A jó idő beköszöntével ugrásszerűen nő a motorosok száma az utakon. A főútvonalakon főleg akkor veszélyes a közlekedésük, ha a megengedett sebességnél lényegesen többel mennek. Itt a 38-as főútvonalon is jellemzően több motorossal találkozhatnak az autósok, sokan választják ugyanis például Tokajt úti céljuknak. A gépjárművezetők nem minden esetben tudnak időben reagálni a hirtelen megjelenő motorkerékpárosokra. A legtöbb baleset akkor történik, amikor kanyarodni vagy előzni próbálnak. Azzal is számoljanak, hogyha kanyarodnak a gépkocsival közlekedők, főleg balra nagyibe, többször nézzenek be a visszapillantó tükörbe. Az egy szándék, hogyha valaki kiteszi az irányjelzőt, de kanyarodás előtt győződjenek meg arról, hogy őket már nem előzi például egy motorkerékpáros. Ebben az évben már volt ilyen jellegű baleset a megye területén, mikor a gépkocsivezető azt mondta, hogy ő egyáltalán nem látta a motorkerékpárost, persze holtérben volt, valóban így történt a főútvonalon lévő baleset, és megkezdte a kanyarodást, akkor ért oda a motoros, és már borult is. Legtöbb esetben egyenes útszakaszon történnek a motoros balesetek, ezután a második leggyakoribb a kereszteződésekben bekövetkező ütközés, és csak a harmadik helyen van a legtöbbnek vélt kanyar balesetek száma. Fontos azt is tudni, ha utast szállít a motoros, az esetek nagy részében először a pluszfő sérül meg. Ha a balesetet elkerülni már nem tudják, a sérülések súlyosságát a megfelelő védőruha nagy mértékben enyhítheti. Az elmúlt 2 évben stagnált a motorkerékpár vezetők által okozott balesetek száma hazánkban, derül ki a KSH adataiból. Amíg 2015-ben a személyi sérüléssel járó balesetek 3,9%-át, addig 2016-ban a 3,8%-át okozták motorosok. 2016-ban összesen 16.628, 2015-ben pedig 16.331 sérüléssel járó baleset történt az országban. Az összes baleseten belül a motorkerékpárvezető 2016-ban 639, 2015-ben 638 balesetet okoztak. 2016-ban 27, 2015-ben 29 olyan halálos kimenetelű baleset történt hazánkban, amelyet motorkerékpárosok okoztak. Éves összehasonlításban ez 3,4%-os csökkenést jelent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 978 személyi sérüléses baleset történt tavaly, ez 6%-kal haladta meg a 2015. évi adatokat. A KSH adataiból az is kiderül, amíg 2015-ben 24, addig egy évvel később 25 esetben volt motoros a baleset okozója. Ezekből mindkét évben egy-egy volt halálos kimenetelő.